is. Elindult. Nagyon jó. Hát akkor, akkor egy újabb... milyen mese lesz ez? Hát igen, az a baj, hogy még nem tudjuk, milyen mese lesz, de jó mese lesz. Csi van? Semmi. Jó, megint én kezdem. Jó, akkor, akkor megint nagyjából ennyit. Jó. Egyszer volt otthon. Egyszer otthon nem volt, volt egyszer egy fa. Ez a fa találkozott az úttal. Olyan értelmes mese. Na? És a nap találkozott a tengerre? A sziklák találkoztak a tengerre. Ez hogy kapcsolódik az előzőhöz? Te látsz, akármint amiben összekapcsolódik az előzőhöz. Hát az a lényeg, hogy megpróbáld összekapcsolni. Na? Nem mondod. Jó, a, az út ide vezetett. Hová? Ide. Szóval, hogyha a fa elment volna az úttal az út végére, akkor ide ért volna. Jó. Ez ugyanaz. Legalább a hegy találkozik okay. magával. A hegy találkozik magával, tényleg. Jó, hát... miért tájképeket? Nem lehet semmit mondani tájképekről. A fa úgy döntött, hogy szeretne új helyeket látni, és elindult a hegyek felé. Egyébként lehet. Hát mi történik a hegyen? Az már mindjárt ide, azt te fogod mondani, mi történik a hegyen, igen. Biciklizik rajta. Hol van itt bicikli? Ja, nem, az nem bicikli. A hegyen ilyen fura dolgok történnek. Papírrepülő. Ott van egy papírrepülő. Jó. Uniformisba öltözött... fiúk mászkálnak a hegyen. Tibet. Igen? Jó, a fa, miközben elment világot látni, és fölment a hegyre, összetalálkozott az uniformisba öltözött emberekkel, akik a sor végén bedőlnek. Aha. Igen. A sor végén... Nem, elején, arra felé mennek. Akkor bedől. Sor helyén bedőlnek oda. Sorban állnak, hogy bedőlhessenek. És van valaki, aki nézi őket. Összetalálkozott vele, és a neve volt Timi. Timi, jó. Jó. Oké. Nagyon jól összebarátkoztak Timivel, Timi és a fa. És utána is összetalálkozott, nem? És Timi áthívta magához, ő egy... szürke gyárban lakott. Ez egy gyár. Hát... Ja, ez egy gyár. Ott van. De úgy azért tűnik ilyen nagynak, mert úgy van víz is. Nem, mintha egyébként nem lenne kicsi. Nem mondom, hogy nagyon nagynak tűnik. Tehát Tim a gyárban lakott. És átment hozzá. És... találkozott a házi állataival, a rózsaszín tinta hal növényekkel. És a nevük volt Aladár, Béla és Cilike. Itt már én is aludnék. Ó, édes Istenem. Cilike veszélybe került. Jó, oké. Tehát beszélgetett a fa Timivel, meg a házi állataival, és egyszer csak a az ablakon kopogtatott Dragonfly Part 3, az a cím, akkor egyszer csak kopogtatott az ablakon Part 3, mert megjött a heti pörkölt adagért. Úristen. Mi ez? Cilike még veszélyben van.
Mert... Hát pörköltetek? És? Cilike. A házi állat. Ja, hogy azt hiszed, állítsd be ezt a pörkölt. Miért ne? Miért ne? Mondtam. Cilike menekülőre fogta a dolgot, és elúszott a gyárnak a vizébe. Az út végén lévő. Mégis volt ott víz. Ugye, és elúszott a tengerhez. Oda, ahol a nap találkozik a vízzel. Meg a sziklákkal. Meg a hegyen. A hegy a hegyen. Oké, oké. Szomorú arcok, kisgyerekek nézték Cilike végveszélybe kerülését. Hát ezek a munkások a gyárban. No, nem csinálom gyerek munkát, az nem szép. Jó, hát csak aktuális lett volna. Pont C betű van rajta. Hát a Cilike szurkoló, itt egy Cilike szurkoló, nézd már! Ő szurkolt neki Part 3-mal szemben. De milyen, nem is tudom, nagyon összpontosító fejet vág. Hát igen, szurkolt Cilinek, hogy ne legyen belőle pörkölt. Aki egyébként egy növény, de jó. Hát... Látszik, hogy ezt itt találta ki. Mi volt az? Rózsaszín polip alapú növényhálat? Nem, állat volt. Csak egy virág volt, meg kitaláltad, hogy tintahal, vagy mi? Nem is tudom, ami volt. Jó. Miért nem jegyzed meg? Miért nem jegyzed meg te? Na hát Cilikének harangoztak. Cilikének nem sikerült. Pedig még szurkolója is volt. Nem bírták a gyári munkások Cilike halálát, és rágyújtottak. Ő is egy Cilike szurkoló? Aha. Nincs hát a C betű. Mondjuk lehet, hogy ez egy kínai C betű ott. Kínaiul úgy írják a Cilikét. De ez nem is kínai, nézzek a címét. Tibet. 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 Hát akkor a tibetiek is szurkoltak Cilikének, de mivel pörköltett szegény Cilikével, ezért rágyújtotta a tibeti lány, aki Cilike szurkoló volt. Hú. Ha. Igen? Ezt én mondom? Nem tudom, mert össze kell. Jó, legyen ez az utolsó. Mondjuk ott a gyár, tehát eltávolodik a kép, tudod, mint a filmek igen, végén. Igen, Cilike bekerült a mennyországba, és kislány lett belőle. Mert hogy a föld másik fele, mintha föld akarna lenni, az... Az a mennyország. Aha, hát ha ilyen csúnya a föld, mint a másik fele. Tehát akkor ez most egy ilyen szomorú mese volt, hogy tulajdonképpen egy növényt megfőztek pörköltnek, akit Cilikének hívtak. De utána bekerült a mennyországba, és jó lett neki, úgyhogy ez nem annyira szomorú. Jó. Erre inni kell. Inni kell.